Szeretettel köszöntök mindenkit a Líra Könyvklubban, ahol júniusban a hónapkönyve Fini Petra kerti szonátája lett. Nagyon köszönöm a felkérést, hogy én vezethetem ezt a mai könyvbemutatót, szeánszot, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt a találkozást. És én Karafiát Orsolya vagyok, köszöntöm Petrát, szia Petra! Sziasztok! Kerti szonáta, ahogy már a bevezetőben is láttuk, nem tudom megszokni a kamerát, hogy nem azt mutatja, amit én szeretnék. Az a könyv, ami most a beszélgetésünk fókuszában áll, de én azt szeretném, és remélem Petra, ez neked se lesz ellenedre, ha ez alapján, a könyv alapján egyfajta teljes szerzőportrét fel tudnánk rajzolni. És én ezt azért is tartom fontosnak, mert úgy érzem, úgy látom, hogy ez a könyv nagyon sok mindent szintetizál, szinte mindent, amit eddig a pályádon csináltál, vagy gondoltál, vagy azt gondolom, hogy a sokféle út, amit nem is annyira sokfélék derül majd ki, ehhez a könyvhöz vezetett. És hogy ezt be is bizonyítsam, szeretnék egy játékot játszani veled, hogy megnézzük, milyen kapcsolódási pontok vannak a korábbi úgynevezett felnőtt könyveiddel. Bár ez nekem mindig fura, ha azt mondjuk, hogy felnőtt könyvek, mert hát kicsit más. Másra gondol ilyenkor az ember, igen. Mert valahogy meg kell különböztetni, mert ugye meseíróként kezdtem, vagy gyerekkönyvesként, úgyhogy teljesen érthető a definíció. De akkor inkább úgy fogalmaznám, hogy kimondottan felnőtteknek írt regényed, eddig 4 jelent meg, illetve hát a Kerti szonáta a 4., és nézzük akkor a legelsőből az első idézetet, a Madárasszonyból. Minden család életét számtalan tragédia mérgezi, csak a legtöbben nem beszélnek ezekről. Hagyják, hogy belülről rágja szét a lelküket. Egyetértesz-e, hogy ez a gondolat kicsit átúszott a mostani könyvbe is, arról, hogy miért majd később beszélünk? Igen, teljesen rimelre. Nagyon jó ez a játék, már most élvezem, kíváncsi vagyok a következőre. A következő a második könyvedből, az Akkorisból származik. Van minden emberben egy titkos erőforrás, amelynek pontosan nem ismerni a helyét. Nem tudni, hol fakad vagy mit táplálja, de amikor szükség van rá, éppen a legnagyobb bajok és fájdalmak idején felzubog, és talpra állítja azt, aki a földre zuhant, és azt hiszi, már semmi reménye nincs. Ez az egyik legtöbbet idézett mondat ebből a kötetből, vagy pár mondat, ezt nagyon-nagyon szeretik az olvasók, és tényleg egy kicsit így az eszenciáját is adja, ugye ez egy talprálás történet, úgyhogy nagyon jól eltaláltad, és átvezet valóban a Kerti szonátához. A Marlenkából pedig ezt a részt, és ez is az egyik legtöbbet idézett szöveg belőle, nyugtalan vagyok. Olyan időket élünk, amikor bármi megtörténhet. Amikor a rémálmok kilépnek az éjszaka homályából, és leigázzák a nappalt. Mi történik velünk? Mi történhet még velünk? Csak állok és bámulok. Igen. Hát ez meg nyilván a történelmi kontextusra utal, ugyan több korszak idéződik meg a Kerti szonátában, de hasonlóan vannak olyan részek a regényben, amikor hasonlóan ilyen rémálomnak érezhetik akár a szereplők, és megpróbálják ezt valahogy feldolgozni. Akkor induljunk is innen a történelemből. A Kerti szonáta konkrét ideje 1987. Mi egy generációból származunk, én 2 évvel idősebb vagyok, tehát én már akkor egy kicsit nyitottabb voltam talán a világra. 12 évesen, te 10 éves lehettél akkor, ha jól számolom. Nem biztos, hogy jól számolom. Tehát, hogy mégis a könyvben, ez a központi év. És miért pont ezt választottad, vagy miért pont ide vittél vissza minket egy olyan korszakban, ahonnan neked csak családi vagy áttételes emlékeid lehetnek, hiszen egy gyerek talán még nem ilyen kritikusan és nem ilyen élesen figyeli a világot. Hát ugye nagyon izgatott nem csak az emlékév miatt, hanem azért is, mert egy fontos korszaka volt a magyar történelmnek a rendszerváltás. De konkrétan abba az évben nem szerettem volna helyezni, tehát én nem a politikai pártok születésével akartam foglalkozni meg, hogy indultak el valójában a társadalmi változások, hogy mik előzték meg, milyen hangulatban lehettek akár privátim emberek, tehát ilyen mikroközösségek, családok, hogyan élték meg ennek az előszelét, amiről ugye sokan másként nyilatkoznak, vagy mindenki máshogy élte meg.
nagyjából abban azért megegyeznek, hogy nem lehetett látni, hogy ez ilyen egyértelműen össze fog dőlni, és ilyen konkrét változás lesz, de azért már volt a levegőben egy csomó minden, nagyon sok dolog működött a szamizdattól kezdve, tényleg egy csomó olyan dolog, ami a változást idézte elő. És 87 nyara azért volt egy fontos időszak, és azért tettem ide a regényt, mert akkor alakult a fekete doboz. Ugye a regényben megjelenik Eber Judit is, és ő szerintem egy emblematikus figurája, bár nagyon erősen alul tematizált karaktere a rendszerváltásnak, tehát nagyon-nagyon komoly missziót teljesített azért, hogy megtörténhessenek a változások, ezért gondoltam, hogy ezt mindenképpen beleteszem. Ugye ősszel már, ha jól tudom, 8 évben akkor az MDF is megalakult, tehát hogy valami már tényleg konkretizálódott, illetve 87 tavaszán volt egy-két olyan akció, ami szóba kerül a könyvben is, ez a röplapos akció, volt egy ilyen guminyomdával készített speciális röplap sorozat, ami egyszerűen engem lenyűgözött. Nem 87-ben indult, hanem korábban, viszont éveken keresztül tartott egy szuper szervezésnek és logisztikának köszönhetően, ami a rendszer ellen dolgozókra jellemző volt, tehát azért nagyon ügyesen konspiráltak amúgy is. Ezt lehet tudni, de ők kifejezetten, tehát soha nem buktak le, már haját tépte a rendszer így idézőjelesen, tényleg elképesztő mennyiségű embert mozgattak meg, tudták, hogy milyen papírra nyomták, pontosan hol gyártották a guminyomdát, nem tudom hány megfigyelő állás volt egyébként, és egyszerűen nem bírták őket elkapni. Ezeket ilyen telefonfülkékben helyezték el, ami megjelenik a regényben, az egy ilyen görkorcsolyás akció, a Blaha-Lujza tér környékén raknak ki ilyen röplapokat. Ez konkrétan a regényben tevékenykedő, kicsit a demokratikus ellenzékhez kapcsolódó figurák alkotják, de nem lehet tudni. Tehát a mai napig én beszéltem a Gervai András könyvében olvastam erről, és megkérdeztem tőle, hogy van-e híre arról, hogy azóta befutott-e hozzá info, hogy kik csinálhatták, és nem lehet tudni, úgyhogy most is üzenem annak, aki esetleg részt vett ebben, hogy jelezzen, nagyon örülnénk neki. Ez egy zseniális vívmánya volt a rendszernek, és ezt is beleszerettem volna írni, és ez is ebben az időszakban volt. Tehát a 87-et éreztem olyan évnek, de nyilván előtte, utána is lehetett volna talán egy vagy fél évvel, amikor még nagyon aktív volt az állambiztonság is, tehát azért a besugók azok működtek elég aktívan, de az ellenzék is nagyon komoly erőket mozgatott meg, tehát szépen szembe lehetett állítani ezt a két oldalt, úgy éreztem. Nekem egy nagyon fontos kérdésem, szólj, ha túl indiszkrét, de nekem pont ezek az évek súlyos emlékeket hoztak föl, családi emlékeket. Nekem nagyapám és anyám katona volt, és soha nem felejtek el egy estét, amikor mentünk haza, és látom, hogy apám nem ment be a lakásba, hanem ül előtte. Ez 87-88 körül lehetett. És kérdeztem, hogy miért nem megyünk meg. És azt mondta, hogy anyát szemétnépekkel mulat, akik jelentéseket körmölnek rólunk. És ugye hát én gyerekként nem értettem ebből semmit, tehát hogy nem tudtam, hogy mi ez, de akkor így elkezdett izgatni a dolog, és kérdeztem a másik nagyszüleimet, hogy kik azok a szemétnépek, akik milyen jelentéseket, vagy mi, de anyám, még már nem iskolásak, és akkor egy ilyen nagyon ködös rossz érzés jött, és a családom egyik fele jobboldali volt, a másik fele a rendszer híve, és olyan szintű diszonanciát okozott ez bennem, hogy én azóta sem tudtam ezzel mondjuk íróként foglalkozni, hogy neked volt-e ilyen személyes, erős benyomásod, ami a témáthoz vezetett? Egyrészt igen, tehát nekem is egy olyan összetett családi hátterem van, mint két világból, vagy ha lehet ilyet mondani, adottak össze a dolgok, és hát az egyik része családomnak elég, de nem tudom hány évig dele volt hallgatva, tehát hogy ez a gyomorgörcs, meg a tudat, egyrészt, hogy halkan beszélni, meg ez a szomszéd, ő kommunista, nem lehet előtte, és közben meg a család másik fele meg pont, hogy kommunista volt, tehát elég vicces és érdekes jelenségek születtek, de bennem volt. Tehát ez, hogy el kell hallgatni dolgokat, hogy a rendszer megfigyelheti az embert, és van számos árnyoldala, és elég bonyolultan épül fel. Nyilván ez családonként más is strukturálódik, illetve amit a Margo Fesztiválon a könyvemutatón is elmeséltem, hogy a kitelepítésben is valamennyire érintett volt a családom, és szintén nagyon-nagyon jól bánt a déd nagyapám a lovakkal, tehát ez egy személyes élmény, ő gyakorlatilag éhen halt volna, hogyha nem ért a lovakhoz, és nem tud tanácsokat adni a helyieknek. Tehát azért az, hogy a rendszer hogyan bánik el a kisemberrel, arra a saját családomból is volt példa. Ugyanakkor meg arra is, hogy milyen előnyöket tud nyújtani adott esetben.
És ugye a könyvnek a pszichológiai vetületéről később fogunk beszélni, de azt gondolom, hogy pont a mi generációnkban olyan mélyen leszivárgott ez az ellentmondásosság, ez, hogy a világ nem feltétlenül egy biztonságos vagy megérthető hely. Hogy ezt te hogy érzed, vagy hogy feldolgozhatóak-e ezek a sebek, és vagy egyáltalán a feldolgozás felé haladunk-e társadalmilag akár. És itt a könyv aktualitása az, ami egy picit talán érdekelne, hogy miért pont most hoztad ezt elő. Ha nagyon erős analógiával szeretnék kérni, akkor azért bizonyos propaganda, meg irányítottság felül irányítottság jeleit lehet érzékelni. Tehát ez nem kell túlzottan nyitott szemmel járni. Azt hiszem, hogy a mai magyar társadalomban, vagy a világban, hogy az analógiákat észrevehessük. Ez egy elgondolkoztató és megrázó dolog, hogy hogyan képes a történelem ismételni magát, még ha nem is tökéletes pandanyaként hozza föl a megtörtént rendszer, de erős ráutaló magatartással viselkedik. És azt gondoltam, hogy azért is fontos ezzel a témával foglalkozni, mert tényleg lassan felnő olyan fiatalok, akiknek még annyi emlékük sincsen, mint nekünk, kettőnknek ezzel a korszakkal kapcsolatban. Most nem csak arra gondolok, hogy amikor az orosz kötelező volt, meg nem lehetett utazni, meg én emlékszem, hogy mondjuk egy Adidas cipőnek, hogy bírtam örülni, vagy nem tudom, évekig néztem a boltját, vagy a bolt kirakatját, meg nem tudom, egy ilyen tárgy, ilyen kultikus és mágikus erővel bírt, ami nyugatról érkezett. Ezeket már mind nem tudják a mai gyerekek, tehát egy ilyen sokkal darálóbb fogyasztói társadalomba születtek bele, de ami talán fontosabb, és azért gondoltam, hogy előveszem ezt a korszakot, az a közösségi összefogás, amit én nagyon hiányolok mostanában. Tehát van civil kurázsi, vannak csoportok, de olyan szintű szervezettség és összefogás, amivel tudtak ügykötni a rendszer ellen, ez egyrészt talán így a szét is morzsolódik a 21. század életritmusa miatt is, meg amiatt, hogy így van beállítva a politikai struktúra, de hogy hagyjuk magunkat gyakorlatilag ilyen szalámi taktikával, és ez most lehet társadalmi, meg lehet ilyen nagyobb társasági, családi, baráti szinten is így felszeretelni és elszigetelődni. Tehát az összefogást szerettem volna bemutatni. Nyilván kicsit erősebben a nők összefogását, meg a sorsát, meg alakját, de azt a típusú szolidaritást és szervezettséget, azt szerintem nagyon vissza kéne hozni a világunkba, hogy kicsit jobban lehessen működni emberileg. Ami nekem nagyon ilyen kézzelfogható, vagy nagyon érzéki a könyvedben, az alapvető érzékiségén túl, az, ahogy megjelenítődik ez az akkori világ, a 80-as évek végének világa, és ugye mostanában az utóbbi években van egyfajta retro divat is, és például hallunk ezekről a Kalákában épült hétvégi házakról, ami a te könyvedben is megjelenik, soha nem lesz kész, és össze-vissza lopják a dolgokat, és ezek is nekünk alapvetések voltak, vagy a határnál a félelem, amit én még most is tudok érezni. És abszolút zsigeri. És tudom, ezt a könyved írtó jól átadta, tehát, hogy nem túl magyarázva, hanem egyszerűen abba a világba beleépítve, amit felraktál elénk. És ez íróilag milyen feladat volt, hogy ne essél túlzásba, ne legyél túl retrózó, hanem hogy hogyan őrizted meg az arányokat ez ügyben? Pont ez, amit mondasz, ez az érzékiség volt egy fontos kiindulópont. Szerintem az emlékeknél, nem tudom, te hogy vagy vele, de nagyon sokszor én egy-egy illathoz kötök például emlékeket, helyzeteket, sorsállapotokat, és azért például az illatoknak és a színeknek nagyon fontos szerepe van, már csak azért is, mert amennyire én felidézem meg mások is, ahogy meséltek a kommunizmusra, azért nagyon jellemző volt ez a szürkesség, meg a beton által uralt ilyen sivár világ, inger, szegény hangulat, és ezt is szerettem volna egy kicsit kompenzálni. A kert szimbólummal is, a színekkel, illetve az illatokkal. Tehát, hogyha megfigyeled, akkor nem az volt a célom, vagy nem úgy jelenik meg a szövegben, hogyha majd az olvasó találkozik a mondatokkal, hogy a csapból is traubi szóda folyik, és nem tudom, én így kell elképzelni, teljes retro hangulat, hanem inkább egy-egy hangulat és illat idéződik fel. Talán sokaknak megvan nekem, ez valami ilyen fontos momentum volt, az ABC hátuljában voltak kirakva ilyen nagy kávé ürülő gépek, és ezt
Szerintem a nagymamám is talán szerethette, nem tudom, én rajongtam érte, a kávé illatáért a mai napig, és ez egy fontos gesztus lett, egy ilyen lelki töltődés, relaxációs folyamata az egyik főszereplő anyukájának, és ezt például nagyon részletesen írtam le. Tehát egy-egy ilyen illat, vagy ilyen kis hangulat buborékkal próbáltam jobban érzékeltetni, nem feltétlenül azzal, hogy mondom, traubis szóda, tiszta cipő, meg mindenféle ilyenek jelennek meg, mert az egyéb részleteket mellé tudja képzelni az olvasó, én azt gondolom, de azért van utalás Izaúrára, nem tudom, tehát egy-két ilyen aprósággal azért sikerül visszautazni az időben. Hogy nehogy kimaradjon egy kicsit tényleg, hogyha már színekről, érzékekről beszéltünk, akkor a könyv külsejéről is mondjunk pár szót. És egyébként a beszélgetése készül, én megőrültem, felforgattam a fürdőszobát, míg a citrusos parfümömet megtaláltam. Tudom, hogy élő, vagy hát online semmi nem érződik benne, de nekem fontos volt, hogy meglegyen és bekerüljek ezáltal is egy kicsit ebbe a világba. Hogy jött ez a gyönyörű borító? Mert általában egyébként nagyon szépek a borítói, de Madárasszonynak mind a kettő változata is egy képzőművészeti remek. Én a Marlenka és az Akkor is az egy kicsit nőibb vonal, de ez ugyanaz a művészi megjelenítés. Ez hogyan lett? Hát azt azért kell tudni, hogy a munkahelyem, tehát én most civilben a 21. század kiadónál vagyok, sajtos jelentős hatása van rám abban a szempontból, hogy a Kult sorozatunk az egy elképesztően szép sorozat. Tehát van miből inspirálódnom, hogy lehet szép könyveket megjelentetni, és a Kerti Szonett erre a Bárdos András is azt mondta, hogy igen, ez olyan, mintha miattuk volna ki. Nagyon különleges a papírja, amiért hálás vagyok a kiadónak, hogy partner volt ebben, és főleg Földi Andrea grafikusnak, aki ezt az egészet megálmodta, kiárta, kis aranyomással, a kreatív papírral, és azzal az ötletemmel is, hogy valami ilyen organikusabb, ilyen dekoratívabb, növényibb dolgot szeretnék a borítóra. A citromokat ő találta ki, de ezt azért el kell... Ez logikusan adódott a könyvben, hiszen szerepel egy citrom és egy banánfa. Fordítva történt a dolog. Tehát mi Andival így működünk, de hogy megláttam a citromos borítót, és mondtam, jó, hát akkor ezt bele kell írnom. Úgyhogy utólag lett végigvezetve ez a szimbólum, mert ugye ez egy erős szimbólum is a kötetben, a citrom. Az hát ezzel megleptél. Igen. Andi csinált már ilyet, az Akkor is elején a hölgy, aki találhatónak van egy ilyen kis piros csatja a hajában, és utólag írtam bele a csatot, az is ilyen fontos, ilyen erőt adó, vagy önazonosságot adó jelkép lett az akkori szívregényben, úgyhogy így kooperálunk szellemileg a grafikus lánya, nagyon-nagyon ügyes, és hálás vagyok nekiért, hogy ilyen szép lett a kötet. Térjünk akkor vissza, ami belül van, mert közben így simogattam épp ezeket a kicsit érzés, de tehát ilyen szinte lélegző lapokat, hogy többen megijedtek attól, hogy ez... mivel ez a könyv nagy tudásanyagot, történelmi tudásanyagot mozgat, hogy esetleg szárazan történelmi könyv. Azért azt mindenképpen szögezzük le, hogy nem erről van szó. Inkább egy kevés szereplős kamaradrámáról beszélhetünk. Uh-huh. Igen, ugye folyamatos egymásra hatás és ismétlődés is van, és alapvetően egy lelki íve van a sztorinak. Tehát adott a történelmi környezet, ami három korszakot jelent, tehát nem csak 1987-ben, hanem az 50-es évek jóval keményebb diktatúrájában is játszódik. Itt megismerhetjük a női börtönök világát, aminek nyilván fontos inspirációja volt Almási Tamás filmje, azt ajánlom mindenkinek nagy szeretettel, ahol a börtönlakók később ellátogatnak kis tartsára, és megnézik, hogy hol is voltak ők, és beszélgetnek velük, sőt a régi rabtartókkal is találkoznak, nagyon megrázó, megrendítő az a film, és megjelenik még egy korszaka a magyar történelmnek, a 44-45-ös időszak, mivel már valamennyire foglalkoztam a Marlenkában, ugye a 12. kerületi nyilas rémtettek kapcsán, de talán ebben a kötetben jobban megjelenik az ostrom, illetve a háborús nemi erőszak, ami meg azért nem véletlen, hogy belekerült a könyvbe, mert
én pár éve a Jaffa kiadónál dolgoztam, és volt szerencsém remek történészekkel együttműködni, és meglátni, hogy hogyan gondolkoznak, és a könyvékkel találkozni, így Ungvári Krisztiánnal is, tehát neki a Budapest Ostroma című könyve nagyon nagy hatása volt rám, és hát Pető Andrea. Úgyhogy nem véletlen, hogy az ő háborús nem erőszakról szóló kötete is fontos adalék volt ahhoz, hogy megszülessen ez a kötet, illetve a Rajk Júliáról szóló könyve. Róluk még mindenképpen fogunk beszélni, de akkor térjünk át egy picit arra, hogy kikről is szól, tehát kik a fő figurái ennek a könyvnek. Ugye, ha jól értem, akkor három főszereplő van, de a legközpontibb figura talán maga Frida, az ellenálló lány, aki szinte fiúruhában, a kis sapkájában szervezkedik, és ő hozzá köthető ez a nyomdás, gyereknyomdás, szamizdat terjesztés, illetve a két idős hölgy, a két néni, Magda és Médi. Annyit kell tudni, nekem ez nagyon meglepő volt, hogy Magda és Médi ikrek, ők fennélnek a rózsadombon, már látjuk is magunk előtt a környezetüket, hiszen azért nagyjából minden ki előtt ott van ez a világ, de aki előtt nincs, az a könyvben megkapja, tehát hogy megteremtődik az atmoszférája, illetve hát ott van a lakótelepen élő Frida, aki különös családból, később fényderül az ő családi hátterére is, de neki is érdekes módon egy ikertestvére van. És ez miért volt fontos neked? Kérdezem tőled először, aztán utána majd elmondom, hogy én mit láttam ebben. Jó. Hát az ikerség az egyrészt van egy személyes kötődés, tehát az én családomban gyakran erőfordul idézőjelesen, tehát a nagyapám és az ő testvére is egy fiú és lány ikrek voltak, illetve az unoka öcsém, két fiú ikrek, és nagyon érdekes volt erről hallani, meg látni, hogy hogyan működnek. Tehát, hogy egyszerre rivalizálnak egymással, és van egy sokkal szorosabb, talán átlag testvéreknél szorosabb, ha lehet ilyet mondani, hogy legalábbis másmilyen típusú viszony közöttük, ami közben azt is szimbolizálja, hogy adott életkörülmények, hasonló életkörülmények közül induló emberek hogyan tudnak befutni egy életet, vagy milyen sors vár rájuk, tehát hogyha nagyjából adottak a kondíciók, vagy ugyanúgy vannak ellátva, és ez egy érdekes kísérlet volt számomra, hogy megnézni, hogy mégis mennyire eltérő életet produkálnak adott esetben, hiába ugyanaz a családi háttér. Ugyanakkor meg azt gondoltam, hogy a testvérséggel tehát gyakorlatilag azt a típusú szolidaritást, illetve bajtársiasságot, ami jellemző volt talán a rendszer ellen dolgozókra, a rendszerváltás előtt, a demokratikus ellenzékre, még jobban ki lehet fejezni. Bár volt egy ilyen magánbeszélgetésünk, akkor azt mondtad, hogy szerintem így el van hanyagolva a történetben. Azért ő is komolyan oda teszi magát, ha más nem abban, hogy támogatja Fridát, illetve van neki is egy fontos jelenete, tehát megvan a jelentősége majd a vége felé, amikor talán szóba fog kerülni, hogy a rendszer milyen módszerekkel dolgozott a demokratikus ellenzék ellen. Ugye ezek nem voltak feltétlenül olyan kegyetlen dolgok, mint a Rákosi érában, tehát az a félelem, ami az egyik szereplőben felmerül, hogy az ő családja újra ki lehet telepítve, ez egy teljesen szürreális dolog, ez az ő kvázi rögeszméje vagy rémálma, tehát nem így működött a rendszer, puhább volt ez a diktatúra, kegyesebb, vagy nem is tudom, de azért megvoltak a módszerek adott esetben igazoltatásra, útlevél elvételére, vagy demonstratív követésre, ahol akár ilyen tényleg zsidózás, beszólogatás is volt, tehát nagyon-nagyon kellemetlen dolgok. Ugye ennek az egyik jelenete volt az, amikor egy szuperül megszervezett, szintén csak akció során, a Demszky Gábor egy autóból ülve a köszegferit le tudta fotózni. És akkor ez a fotósorozat, hogy hogyan követik, hogy ez nagyon híres volt, ez eljutott Nyugatra is, és ez is megvan valamennyire idézve a könyvben, mert a Fridának is van egy ilyen fotós jelenete. De olyan szintű atrocitásokat már nem kellett átélni a rendszernek. Lehet, hogy a gomlasztással éltek, tehát hogy megpróbálták elszigetelni ezeket a rendszer ellen dolgozókat, vagy egyéb módon elhitetni, hogy mondjuk áruló van közöttük. Erre is volt példa, de alapvetően azért nem volt annyira kemény már ez a világ. A valós megidézett nő alakokon kívül a többiek fiktív alakok, de mintáztad valakiről esetleg Fridát, vagy aki még jobban érdekel, a két idős asszonyt, Magdát és Médit?
vagy inkább ők a fantáziát teremtményei, mert nagyon élő alakok voltak, és szinte láttam magam előtt ezt a magányos testvér, magányos bátor és rengeteg terhet cipelő testvérpárt. Nekem nagyon sok ilyen idős ismerősöm, vagy nő rokonom volt, ilyen bölcs és erős. Látszólag nem annyira erős, de valóban mégis nagyon, nagyon ellenálló strapabíró darab asszonyok, illetve hát névben, ami is lette a Médi nevét, ez az egyértelmű heltai örökség, ugyanis maga az, hogy ők a Rózsadombra kerültek, az is onnan jött, hogy a Heltai Naplóját olvastam az ostrommal, meg ugye a másik világháborúval kapcsolatban is az ő könyvében jelenik meg, Médi, és nagyon megtetszett a név, a Magda pedig mindig is kedvenc nevem volt, és ráadásul az Almási Tamás Kistörcsei női börtönről szóló filmjében is van a számomra egyik legrokonszenvesebb figura Magda, és akkor azt gondoltam, hogy ők ketten így adottak lesznek. Ami érdekes, talán nem tudom, hogy arra ki akarsz térni, hogy ugye ők erős nő alakok, és teljesen kvázi teljes lelki és család életet élnek, de Frideikkal ellentétben, illetve hát Frida szüleivel ellentétben nekik például nincsen gyermekük. Tehát valamilyen értelemben kicsit így örökbe fogadják a Fridát, aki teljesen alkalmatlan arra, amire felveszik, mert ugye a kert gondozására vették volna fel. Tehát ilyen alibi foglalkozás, egy ilyen pótlányuk szellemi értelemben is, tehát egy mentorátjuk lesz, ami hozzásegíti Fridát a felnövéshez. Tehát, hogy ebben a regényben igazából neki kell a legnagyobbat fejlődnie a nagy-nagy lázadásával, a már-már túlságosan is romantikus lázadásával. Abból egy kicsit így föl kell ébrednie, hogy azért vannak következményei a tetteknek, tetteinek, és nem mindig tudja az ember, hogy a család, saját családjának a történelme milyen titkokat rejt. Ezzel rögtön kétfelé is nyitja a beszélgetést. Én az első szálba kapaszkodnék bele még mindig Magda nevében, mert nekem valahogy biztos volt, vagy nem tudom, itt volt a fejem hátsó részébe, és lehet, hogy nincs igazam, csak én azt gondoltam, hogy ez is egyfajta emlékállítás, akár Szabó Magdának is, mert hogy az egyik nagyon kedves szerződ, és most pont ebben a könyvben ő kimondottan nem jelenik meg, vagy az ő hatását sem éreztem annyira effektíven, mint a többi könyvben, viszont rengeteg vendégszöveget alkalmazol, ezek dőltel is vannak szedve, és én eleinte nem értettem, hogy mik ezek, vagy hogy kerülnek ide, és ez később kezd el összeállni. Ezt azt gondoltam, hogy ha összeolvasom, egy szabad vers lesz belőle, akkor arra gondoltam, hogy ezeket nem is tudom, hogy honnan, vagy egy kertészeti kézikönyvből jönnek, hát egy ilyen játék volt, és akkor utána olvastam később, hogy például Mészőjtől, Eszterházitól vannak idézetek, és ezek voltak éppen egyfajta tisztelgések a szerzők előtt. Két idézettől nem szakadnék el, Eszterházi és Mészőj. Hogyan szivárogtak ők bele a szövegedbe, és miért? Hát Mésző egy örök szerelem most az emlékévtől eltekintve, szerintem fantasztikusan, egyedülálló, amit művelt talán. Azt lehet mondani az irodalomban, tehát aki prózával foglalkozik, az nem tudja őt megkerülni, és nagyon nagy hatással volt rám. Volt egy szövegrészlet, amit mindenképpen ide illőnek éreztem, aki ügyes, ezt felfedezi benne. A Eszterházitól nagyon-nagyon sok mondat van benne, mert ő pedig, hát egyrészt ugye fájó a hiánya, de még mindig itt van velünk, én azt gondolom, és szerettem volna én így is hozzátenni ezzel, hogy megidézem őt. De hát ugye megkerülhetetlen volt a javított kiadás kapcsán, hogy még többet vagy újra és újra elővegyem, de akár ugye Forgács András kötetéről is beszélhettek, vagy a Coming Outról, tehát ezek, abból is van egyébként egy mondat. Ezek így adták magukat, hogy egy kicsit így elmélyültebben foglalkozzak velük. A Szabó Magdát érdekes, hogy mondod, hogy konkrétan nem jelenik meg, mert azért megjelenik, csak nem olyan díjban. Ugyanis az, hogy egyetlen ilyen típusú szövegek vannak kizökkentés jellegel, ez az egyik Szabó Magda könyvből jött az ötlet, vagy inspirálódtam a Mózes 1.22. Uh-huh. Ott vannak ilyen kis fura közbevetések, amit nem is lehet igazából tudni, hogy most a
ott a fiatal generáció egyik, nem tudom, vagy másik tagjának a füzetéből, tankönyvéből van, vagy a tudatából szivárok be, az nekem nagyon-nagyon tetszett. Tehát látszólag ilyen kizökkentő, ugyanakkor valahogy olyan organikusan beleépül és tovább viszi, újabb és újabb asszociációs tereket nyit. És azért gondoltam, egyrészt az Európa fái című könyvből vannak ugye a szöveg elején, amikor még a kert szimbóluma leghangsúlyosabb, később is nyilvánvalóan, de ott valahogy, ahogy a nyelvi struktúra is változik, tehát ez a bokorszerű vagy lombszerű mondatszerkesztés, olyan, mintha tényleg egy fát idézne meg, vagy egy valódi kertet, a vége felé már egy kicsit ilyen egyre szikárabb lesz, és mint a kitekintenénk a levelek közül, ahogy a történet kicsit gyorsul is, egyre többet tudunk meg a szereplőkről, egyre tisztában látunk azzal kapcsolatban, hogy ki besúgó, ki áruló, ki árulja magát adott esetben, vagy csak toppog a saját dagonyájában, és nem tud igazából erről lépni, így a sors tekintetében. Tehát a stílus is egyre jobban változik. És a vendégszövegek pedig szintén változnak, mert ugye nem csak ilyen az Európa fejből számomra meglepően lírai mondatok vannak egyébként egy ilyen egészen tudományos ismeretterjesztő kötetben. Ezeket nagyon örültem, hogy belecsempészhettem, hanem utána vannak a Teller Emmának a megfigyelési naplóiból részletek, ami nyilván egy korábbi korszakot idéz meg, tehát ez szintén így az 50-es évek, vagy 40-es évek végét idézi meg, illetve a Kádár beszédeiből. Mert az számomra egy ilyen nagyon megrázó volt, illetve a röplapokból, amiket ugye beszéltünk, hogy egyrészt nagyon érdekes stílusban írottak meg, tehát ez egy zseniális akció volt, ahogy mondtam, és elég sokáig vezette így az orránál fogva a rendszert ez a kis csapat. Másrészt direkt, mintha úgy írták volna, egészen többféle stílusból összeválogatva, tehát néha még ilyen szélső jobboldali hangulatú mondatrészletek is voltak egy-egy röplapon belül, hogy szinte hogy ne lehessen eldönteni, hogy milyen képzettségű, milyen beállítottságú, milyen műveltségű, vagy honnan érkező valaki dolgozhatott ezen, és ezzel is jobban összezavarják a rendszert. Úgyhogy abból is azért úgy gondoltam, hogy egy-két mondatot érdemes talán belecsempészni. A könyv nyelve, mielőtt még a fejlődéshez visszamennénk, számomra nem csak így a vendégszövegek miatt, meg a folyamatos letisztulás miatt érdekes, hanem amiatt is, hogy itt egyregénybe csinálod meg ezt, hogy egyre tisztább, vagy letisztultabb lesz a nyelv, és nekem a korábbi műveiddel nagyon sokszor az volt a problémám, hogy kicsit túl sok, kicsit túl érzelmes, kicsit túlhajtott, és én ezeket a fajta túlzásokat, mint egy bokorról lenyesték volna őket, még a barokkos szövegekben sem éreztem most. És ezért is gondolom, hogy ez eddig a legjobb regényed, és hogy egy út eleje vége, tehát hogy egy ilyen szintetizáló valami, és hogy hozzáadhat meg ezt a saját prózanyelvednek a letisztulását, vagy egyre. Tehát úgy, hogy megőrizte közben azokat a jegyeket, amitől te vagy, tehát hogy megmaradt a íraisága, megmaradt nagyon sokszor a játékossága, de hogy ezeket a túlzásokat hogyan tudtad tehát ezektől megtisztítani. Talán segített az is, hogy nagyon pontosan tudtam, hogy honnan, hova akarom eljuttatni most mindjárt. Elnézést a technikai manőverért, mind a kettőnket ledobott a live, de most már újra itt vagyunk, és Petra prózanyelvének a kristályosodásánál tartottunk. Kérlek, Petra, folytasd ott, ahol megakasztottunk önhibánkon kívül. Igen, szóval, hogy arról volt szó, hogy aki ismeri a könyveimet, ugye egyrészt egy nagyon erős líraiság jellemezte az előző három könyvemet, én költőként indultam, tehát ebben semmi meglepő nincsen. Néha akár a túlírtság is, ahogy mondtad, hogy túl sokat akartam, és lehet, hogy kevesebbet markolt ezáltal a szöveg. Itt szándékosan volt egy kicsit visszatisztítva, ugyanakkor a líraiságot próbáltam megőrizni. Ebben ugye nagy segítségemre volt Elekes Dóra is, meg az Athenaeum kiadó csapata, de talán én annak örülök, hogy sikerült létrehozni egy olyan stílust, vagy nyelvezetet, amivel az önazonos is tudok lenni, tehát én kifejezetten szeretem a szép mondatokat.
de azért egy kicsit úgy szikárabb is lett, vagy helyenként, amikor fontos volt, vagy a történetet úgy kellett vinni, akkor igenis képes voltam leküzdeni a kényszert, hogy most itt túl szépelegjem a dolgokat. Úgyhogy nagyon örültem, ez egy érdekes kísérlet és tanulmány volt önmagam számára is, most a témától függetlenül íróként mit tudok kihozni stilárisan a kötetből. Ez nagyon fontos volt, hogy említsük Elekes Dóra nevét. Azért is különösen fontos nekem, és én sejtettem, hogy az ő szigorú keze van a dologban, nekem is ő a szerkesztőm, és ő lecsap mindenre, ami szerint egy picit is sok, viszont nagyon hűen és alázattal közelít a szerző stílusához, és nagyon meg tudja tartani a szerző arcélét úgy, hogy mintha a szerzőből szökött volna elő ez a szöveg. Én már nem is szeretnék mással dolgozni, csak vele, tehát hogy én nagyon örülök, hogy bár féltékeny vagyok természetesen, de azért örülök, hogy egymásra találtatok. Na, említetted, hogy költőként indultál, és én ezt az iccet szintén nem akartam kihagyni, és talált ki, hogy melyik versetből idézek. Ez elment vadászni puska nélkül, ez térképet rajzol a végtelenről. Ez nem töröl lábat, hogy tudja, hol járt, ez véletlenül meglőtte a hátán, és a dühös a felhőket rugdossa, ez szemedbe néz, ha nem jut eszébe semmi, ez hazavitte a belső zsebében, ez sirató dalokat dúdol a lipben, stb. 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 Ez a kiszámoló, vagy mi a címe, nem is tudom, nem? Ezes szonáta. Jaj, te hülye vagyok, te hülye vagyok. A Hisztéria Grandiflórában meg, igen. Na tessék, és már itt is vagyunk a szonátánál. Igen, gondoltam, hogy itt akkor kanyarodunk is rögtön a lírára, a zenére. Tehát valószínűleg ez a forma is ott volt benned már rég. Persze az, hogy egy kezes szonáta egy kicsit egyből kifordítja a zenekari művet, és teljesen máshova helyezi. De mit jelent neked a zeneiség, mit jelent a szonáta forma, és ezt hogyan tudtad átültetni erre a regényre, vagy hogyan húztad rá a történetére? Nekem nagyon fontos az utóbbi időben, és egyre fontosabb talán a szöveg struktúra és a ritmusa, tehát amit olvasok, kifejezetten jól esik, jól megkomponált szövegeket olvasni. Nyilván a történet is fontos, de valahogy hogy egyre hangsúlyosabb, és azt érzem, hogy amikor én magam írok, akkor is szeretek ezt szerint működni. Azt nem biztos, hogy tudjátok rólam, vagy nézők és te, hogy sokszor komoly zenére írok, tehát ez az alkotói zenét. Most ennél a regénynél, meg én magam is zongoráztam 7 évig, tehát a mai napig így leülök, és nagyon szívesen játszok. Tehát nagyon fontos a zene. Időmértékes verset is azért szeretek sokszor jobban írni, mert a lüktetés, meg a forma az nem, pont hogy nem bezár, hanem kell felszabadít. Tehát, hogy ez nekem valahogy úgy inspirációt ad, és kíváncsi voltam arra, hogy prózában hogyan lehet egy picit így a ritmussal játszani. Ugye vannak, aki már olvasta, azt tudja, hogy vannak a szövegben olyan bekezdések, akár vagy oldalnyi mondatok, vagy ilyen tudatfolyamok, amik gyakorlatilag egy ívre vannak így felhúzva és megkomponálva. Tehát azok a legzeneibb részek szerintem, mint hogyha lenne tényleg egy ilyen felvezető rész, egy ilyen nagy zenekari kiteljesítés, és utána egy elhalkulás. Tehát, hogy itt nyilván majd az olvasó lesz a karmester, és úgy hangzik a szöveg, annyira hangosítja föl, vagy némítja le, ahogy ő szeretné, de alapvetően egy ilyen pici zenei komponáltságos struktúrát azt szerettem volna beletenni, nem az olvashatóság rovására menve, hanem pont egy kicsit talán élvezhetőbbé téve. Hát szerintem nagyon viszi előre a szöveget, főleg ez a líraiság közben azért nagyon sok minden történik is, és ez a zenei ritmus, illetve az, hogy ezeket a zenei struktúrák miatt néha sokkal inkább belelátunk a hősök fejébe, vagy át tudjuk venni az ő gondolkodásuk, vagy az ő beszédük ritmusát, ez nagyon sokat ad szerintem legalábbis az olvasónak. De akkor a cím második részére térjünk ki, hogy a kert, mint szimbólum. Ugye az egyik legerősebb szimbólumról beszélünk, akár már a paradicsomat is, hogyha nézzük, és azt is pontosan tudjuk, hogy a leggyönyörűbb kertleírás az Énekek énekében van már a Bibliában, tehát itt is már tudom hozni a zeneiséget, líraiságot, viszont a kert, itt konkrét kertet is jelöl, ugye meg a kertészetet, illetve nekem egy kicsit az is felmerül, de szólj, ha nincs igazam, hogy itt egy olyan világban
vagyunk, ahol nem művelhetjük a saját kertjeinket, nem tudunk a saját életünkkel foglalkozni, hiszen a kertünkben, mint az ilyen élősködők vagy mint az ilyen pusztítás mindig ott van a kert körüli világ, és nincs az a kerítés, ami... Van egy ilyen kulturális vonulata is, ami azért a kommunizmusra jellemző volt, hogy ott más utakon kellett megtalálni az önművelésnek a formáit adott esetben, vagy a polgári létre, vagy nem is tudom, szellemi fejlesztésre való dolgokat az embernek, mert ügyesen egyébként és kreatívan megoldották, én azt gondolom, talán jobban is, mint mostanában, így sokszor önfejlesztésben, vagy nem is tudom, minőségi időben rosszabbak vagyunk, én azt gondolom, akár kultúra terén is. De a kertnek nem csak egy ilyen szellemi értelemben vett jelképe van, hanem ugye erősen kapcsolódik, erről már beszéltünk így az online beszélgetésen kívül a nőiséghez is. Tehát gyakorlatilag, amikor a Magdáék életének a legnagyobb traumája, Magda és Médi, akik ugye két traumát is átéltek, tehát nem csak a női börtönt, hanem a háborús nemi erőszak traumáját, tehát ez a női kertnek a kirabolása, elpusztítása történt ugye a második világháborúban, és nem is igazán vett tudomást erről a társadalom, nem is nagyon lehetett beszélni. Sokszor a férfiak félrefordították a fejüket, testvérek, apák, nem tudom, rokonok, és nem tettek semmit, nyilván volt ellenkező példa is, hogy akár próbálták megvédeni az asszonyokat, de ez egy olyan feldolgozhatatlan dolog volt, amikor ugye megnőtt a nemi betegségek, az abortusznak a száma, és utána mégsem lehetett erről kommunikálni, pedig ez a nőknek a legnagyobb kincse és a legféltettebb intimitása lett megsértve és felhasználva a háborús leigázás fegyverének. És mégsem lehetett kommunikálni, főleg, hogy azért nem a nagy részt szovjet katonák végezték, akik a nagy hősök voltak, és a mi segítőink, és nem lehetett róluk rosszat mondani, tehát hogy ez egy ilyen többszörösen továbbít trauma, hogy el nem gyászol gyász, én azt gondolom. Tehát a kert ilyen szinten is kapcsolódik hozzá, hogy megpróbálták eltemetni a dolgokat, és abból mi nőtt ki, és Médi és Magda esetében nagyon szép dolgok nőttek ki. Tehát az a mesélés, ami összeköti őket például gyerekkoruktól fogva, ami picit így a projekciónak egy formája, tehát ahogy a, nem tudom, abúzust vagy bármilyen krízishelyzetet elszenvedő emberek így próbálják kimenekíteni a tudatukból a valóságot, de ez egy visszatérő, fontos szimbólum minden helyzetben, és gyakorlatilag majd ennek a stafétája lesz továbbadva, mert ezt a mesélést nem szabad abba hagyni, ami gyakorlatilag a valóság folyamatos megjelenítés és tükrözése, akármit is mutasson az adott rendszer, és most beszélhetünk a manapság jellemző fake newsok és fékellenségek világára, tehát hogy nagyon-nagyon fontos a valóságot megmutatni és elmesélni. Mielőtt a női történetekre, vagy a női elhallgatásra rátérnék. Végül is én úgy látom, hogy egy kis részletre lesz idő, viszont én azt a részletet mindenképpen szeretném, és elhangozhatna most az, ahol feltűnik a vörös rúzs, és igen, az egy nagyon árulkodó, vagy nagyon sokat mondó részlet a könyvből, hogy ott megismerjük, hogy hangzik ez a szöveg, mi ez a regény. Szerintem egy nagyon emblematikus, szép részlet. Kérlek, Petra, hogyha ha megvan, akkor ezt olvasd föl, és akkor utána még lesz pár kérdésem. Magda összes luxusa a piros rúzs volt. Ennek a felrakása is külön szelsz volt. Médi már pattant is fel a pörgő zongoraszékről. Ahogy Frida kitette a lábát a lakásból, már ott állt Magda mellett a tükörnél. Médi aját Magda fésülte türelmesen esténként, olyan volt, mint valami imádság, kettejük lelkének különös összekapaszkodása és felevelkedése. Fel, oda, ahonnan már nem látszik ennek a koszlott kommunizmusnak a szürkessége, ahonnan már ez a betonná kötött élet is lágyabbnak, puhábbnak tűnik, és mintha minden egyes redőjében felcsillanna a remény. De ehhez kellettek ezek a szeánszok, ezek a lélektáncoltató rítusok, amikor a tudat elemelkedik, és félelem nélkül garázdálkodhat a szabadság ösvényein, amikor nem kell attól tartania, hogy a semmibe zuhan, mert direkt odarepítette magát,
felfelé zuhant a semmibe. A tükör előtt ültek, de most nem néztek bele. Egymás tekintete volt a tükör. Magda először lehúnyta a szemét, majd felnézett, és hagyta a testvére hadrúzsozza ki a száját. Bámulták egymást, miközben Médi keze mozgott. Az idős nő ujjai a végtelen pályáin surrogtak egy olyan dimenzióban, ahol minden megtörténhet. És meg is történt. Médi kipattintotta a rúzskupakját, a hang azt jelezte, indulhat az emlékezés. Nem kellett hozzá sok, hogy újra ott legyenek a börtönben. Részegek voltunk, emlékszel? Kérdezte az egyik szem. Részegek, igen, válaszolta a másik. Történelmi pillanatoktól könnyű lerészegedni. Pompás forradalmi hangulat volt, amikor végre ők is kijutottak, láthatták, hogy a város utcáin büszkeség höpölyög, olyasfajta szabadságérzet, ami elragad mindent, viszi az árral, de nem temeti maga alá tárgyakat, embereket, gondolatokat, inkább a hullám fölé emeli őket. A nagy történelmi dagály örvényei nem húztak a mélybe senkit, hanem a magasba hajították őket. Nem csak felfeldobott kövek voltunk, hanem repülő sziklák, a rendszert szétrobbantó, száguldó ágyugolyók. 56 volt. Már akkor érezték a szabadságot a levegőben, mielőtt betörtek volna forradalmárok, hogy kiszabadítsák őket. Akkor már a Váci börtönben voltak. A szabadság füstje csípte a szemüket, de mégis, mintha javította volna az éles látásukat, az élet látásukat. Az ajtajukat feltörő katona egy fiatal lány volt. Steppelt katona kabátban, melyet szakadt bőrővel fogott össze. Kezében ócska fegyver, talán még lőni sem lehet vele. Kinek mit sikerült szerezni a harcok előtt, neki ezt. Nem ez volt a lényeg, hanem a harc lehetősége, a mersz a csatához, hogy így is lehet, hogy nem csak lehajtott fejjel, de a létezésnek adva van egy változata, melyen emelt fővel lehet végig sétálni. A lány fiatal volt, marcona, látszott rajta, hogy látott már ezt-azt az utcán, hullát, halált, sőt, még a halálnál is borzalmasabbat a remény pusztulását, amikor már semmi nem marad, amikor a torokból kiürül az utolsó kiáltás is. De még itt a forradalomban arcát nem masszatolta össze teljesen a fájdalom. Amikor Médire és Magdára nézett, egy pillanatra megrezzent az arca. Magda és Médi elcsípték ezt a pillantást, és nagyon fájt neki. Mesztelennek, csenevésznek érezték magukat. Két szánalmas árnyéknak rosszabb állapotban voltak, mint a háború után. Tény, hogy az 5 év alatt, amit itt töltöttek, kihullott pár foguk. A hajuk elvékonyodott, foszlott hálóként tapadt a fejükre, mint a mumia figuráké. Lefogytak pár kilót, ami nem is lett volna olyan sok, de pont azokról a helyekről, amelyek az asszonytestet lágyjá párnásítja és kívánatossá teszi. Két lapos lényé váltak, szúros kartonbábokká, melyeket bármikor elpenderíthet a sors, vagy egyszer csak összehajtogathat, szemétre hajíthat. Az élet csak röhögni jár beléjük. Tudták, hogy szánalmasak, tudták, hogy a forradalmár lánynak még rájuk nézni is fáj. Így történhetett, hogy bár a börtön ajtaja már órák óta nyitva állt, és az összes őrt bezárták, vagy tisztességesen állnáspángolták, az őrizetesek pedig az újra születettek örömével áramlottak ki a nagy szabadságba, pontosabban a harcok közepébe, egy boldogan küzdő, majd boldogtalanul letérdelő ország szívébe, a forradalom ösvényeire. A két testvér még a börtönben téblábolt. Magda is mindig ügyetlenül molyolt, teketóriázott, húzta az időt, tiprodás balettet lejtett, nem emlékszel? Dehogy nem. Annak a színésznőnek volt egy rúzsa, egy aranytokos, villogó rúzsa, azt vette el az Ibolya, aki olyan volt, mint a piroska kis tarcsán, mindent elvett, mondjuk, annak meg kell lennie. Ha az Ibolyát elkalapálták, vagy sietve kipaterolták innen, biztos nem volt ideje azt is magával vinni. Meg kell lenni annak a csodaszernek, annak a varázslatos szépészeti eszköznek. Hol is van az Ibolya szobája? Te, nem fura, hogy most arra megyünk a folyosókon, amerre akarunk? Hogy csak úgy sodortatjuk magunkat az akaratunkkal, és senki nem szab gátat nekünk, nem törik ránk reggel 5-kor az ajtót üvöltve, hogy ébresztő kifelé az ágyból. Komolyan mondom, hogy egy nő ennyire tudjon kiabálni, ez egy bestia volt, aki ráadásul tagadta, hogy fenevad. Ő tisztességes ávósnak gondolta magát, böcsülettel elvégezte a feladatát, sőt, még annál többet is.
Emlékszel, mennyi büntetést kaptunk tőle? Emlékszel, hogy mosolyogva okozott nekünk fájdalmat, mert azt hitte, ő egy szent, aki jó cselekedeteket hajt végre? Ha Piroska és az Ibolya nem lett volna, talán még a börtönt is el lehetett volna viselni. Talán nem fonyadtunk volna el ennyire, nem szürcsölte volna ki belőlünk az életet a rabság. Emlékszel, hogy a hidegben kellett az udvaron zuhanyozni? Télen is. És sosem volt elég idő, hogy megmossuk magunkat. Ránk fagyott a szégyen, és taktikákat kellett bevetni. Mesztelenül venni fel a kabátot, úgy menni az udvara a legnagyobb hidegben, hogy legyen idő mindenünket megmosni, hogy végre egyszer tiszták lehessünk, ha már szépek nem is, mert minden szépséget kimartak belőlünk, a fiatalságunkat lúgozták ki a lelkünkből, de most majd megmutatjuk, hogy lehetünk szépek is, és fiatalok is, és tündöklők, mint a forradalom. Tessék, itt van a fiókban, meg is találtam az elkobzott aranytokos rúst, hiszen ez egy Chanel, egy mámorítóan piros Chanel, ami attól olyan őrítően szép, hogy lázadni lehet vele a rendszer ellen, megmutatni, hogy nem hagyjuk magunkat, és a legkoszlottabb közülünk sokkal, de sokkal gazdagabbak, mint ezek az elnyomó kommunisták, mert nekünk megmaradt a legfontosabb vagyontárgyunk, a hitünk. Nagyon szépen köszönöm. És hát elég nehéz kötni, de a szégyen talán egy kulcsszó lehet, hogy miért pont a nők története marad még mindig kibeszéletlen, még mindig annyi történetet lehetne elmondani, és annyi sorsot lehetne feltárni, illetve feltérképezni, hogy az elképesztő. Te három sorsot idézel meg, ugye Hodosán Rózát, Rajk Júliát és Ember Juditot. Ők már azért lassan bekerülnek a köztudatba, pont az a fülszöveget írő Pető Andrea írt például Rajk Júliáról egy életrajzi könyvet, ami tavaly látott napvilágot, és gondolom tőle azért tudtál segítséget kérni, vagy voltak támpontjaid. Ember Judit díjat 2010-ben hozták létre, és mindig, hogyha létrejön egy díj, az nagy öröm, hiszen csak megkérdezik páran, hogy ki volt ez a nő, és utána néznek a sorsának. Hodosán Róza, úgy tudom, még él. Felvetted vele a kapcsolatot, vagy a kutatás során? Nem, én a Nagy Berinttel egyet... Hát sajnálom, hogy megint megszakadtunk. Még soha ilyen. Ott tartottunk, hogy kit kerestél meg az ellenálló nők közül, vagy kitől kértél segítséget a témában? Segítséget a Nagy Bálinttól kértem, tehát a Hodosán Rózát nem. Nincsen ugye direktben ő megjelenítve, tehát ezt hangsúlyozom a regényutó szavában is, hogy tényleg csak megidézem őket, tehát teljesen konstruált helyzetekről van szó, meg figurákról. Egy-kettő apróság, aki ismeri a történetüket, azt ismerősnek gondolhatja, vagy felidéződik, de nem az ő történetüket írtam meg, csak azt a nagy munkát és komoly, tényleg logisztikát, szervezést, becsületességet, álhatatosságot, ami őket jellemezte. De nagyon kíváncsi lennék a véleményére, úgyhogy majd fog kapni a kötetből. Mint ahogy Ember Judit is csak olyan szinten van megjelenítve, nincs az összes dokumentumfilmje felsorolva, vagy hogy hogyan történt az, hogy gyakorlatilag ő lehetett a legbetiltottabb magyar rendező, és alig lehetett csak maximum ilyen titkos körülmények között, vagy nagyon nehezen látni a filmét, és micsoda úttörő munkát végzett, vagy hogyan készültek ezek a dokumentumfilmek, amiket a rendszer próbált eltussolni. Tehát igazából csak... megidézve vannak nagyon finoman, és ez egy tisztelgés akart lenni az ő életművük előtt. Pető Andrea írja pont a Júliáról szóló könyve kapcsán, hogy minden női életrajz szükségképpen feminista is. Te ehhez hogy állsz, ehhez az olvasathoz? Hiszen neked is minden hősöd nő, elgyengülő vagy erős, önmagát felfedező, illetve önmagát előbb-utóbb tudó nő. Ez a feminista szó, ez manapság már ilyen annyira, nem tudom, veszítette az értékét, vagy máshogy értelmezik sokan, adott esetben szitokszóvá is válhat. Én azt gondolom, hogy a nőtörténettel foglalkozni, a nők történetével foglalkozni, az soha nem lehet
eléggé aktuális, tehát ezt mindig elő kell venni. Annyira változik még adott esetben az a sok jog és lehetőség, amiről azt gondoljuk, hogy tudunk élni vele, főleg, hogyha a mai viszonyokat nézzük, tehát hol nehezebb, hol könnyebb a nőknek, hogy muszáj pozitív példákat felmutatni. Tehát, hogy a női erőnek ez a legnagyobb titka és kincse, szerintem a női összefogás és egymás sorsánk és életének a megismerése. Tehát egy olyan világban, ahol én azt gondolom, hogy ha csak nézzük a Trump érát, vagy a fehér férfi, nem is tudom, hetero férfi válságát és kisebbségi komplexusát megírja Amerikát, de ez Európára is jellemző, hogy egy ilyen komoly szerepelságban van szerintem 21. századi férfi, és ez sokszor a nőkön csapódik le. Tehát én azt gondolom, hogy az a frusztráció, amit a férfiak élnek meg adott esetben a megváltozott világ miatt, az nekünk kell elviselni, és erősebbnek vagy ügyesebbnek lenni, mert ez az erős nő kategória is már kicsit ilyen szitok szó. Tehát itt nem egy ilyen maszkulini hozzáállást kell elképzelni, hanem az ön szeretetet, ön azonosságot, hitelességet, amivel így igazából nem tántorodik el az ember, hanem teljes értékűnek érzi magát, hasonlóan más kisebbségekhez, mert ugye azt kell mondani, hogy a hátrányos helyzetűek sok esetben a nők, akár csak a hát manapság nagyon sok kisebbséghez hasonlóan. Én kiírtam, és ezzel a két idézettel és a te reagálásoddal zárnám ezt a beszélgetést, mert letelt az egy óránk, hogy itt a feminista olvasathoz kapcsolódva, amikor Frida azon mereng, hogy mikor lesz már vége annak, hogy mindig a férfiak uralják a világot, és ez pont így a kert motivumhoz nagyon illet, hogy gyönge kis szárszolt szép, meddig hagyod még magad? Mert hiszen a férfiaknak mindig többet és többet szabad, és hiába változnak meg a szerepek, azért ez még a mai világunkban is így van talán. És még azok a férfiak is, akik úgymond támogatóan fordulnak a nők felé, még részükről is inkább ez egy gesztus talán. Igen. Tehát még mindig kis gyenge százszor szépek vagyunk a kertbe, akik próbálnak a fény felé nőni talán, de mondjuk mi azért erős százszor szépek vagyunk. De tudjuk egymást támogatni, szerintem a nőknek ez a legnagyobb kincse. Hát remélem igazad van, de hát talán sisterhood, ha létezik, akkor az reméljük, hogy létezik. És van egy nagyon fontos mondat, hogy mások életéhez bátrak vagyunk, a magunkéhoz gyávák. Ez is lehetett volna az elején behozott mottom, tehát hogyha még ebből a könyvből is akarok behozni valamit. És Ez a fajta vonulat is végigvonul, hogy megértsük a másik gyávaságát, hogy közel tudjunk kerülni a másik indítékaihoz, hogy mi is fejlődjünk ezáltal. Ez egy nagyon fontos motívum a könyvbe, és ezt mindenképpen kiemelném, vagy kérdezném, hogy az, hogy megmutasd, hogy nem egy indokból lesz valaki gyenge vagy besúgó, vagy nem egyfajta recept van arra, hogy ki jó ember és ki rossz ember. Ez mennyire volt fontos neked, mert nagyon plasztikus szerintem a könyvben. Hát ez nagyon fontos, mert olyan hajlamosak vagyunk szerintem elítélni embereket adott esetben, meg beskatujázni, de mindig az adott embert kell nézni, meg az adott körülményeket. És ez nem azt jelenti, hogyha megismeri a családi hátterét, történelmi hátterét, indítékait az ember, akkor ez egyben felmentést is jelent, hanem egyfajta, hát árnyaltabb hozzáállást, ami nyilván az önmagunkhoz való árnyaltabb hozzáállást is jelenti, tehát hogy észrevegyük magunkban is a fény mellett adott esetben a sötétet, és ezt el is tudjuk fogadni, hogy ilyen van. Tehát, hogy nagyon-nagyon könnyű tényleg elítélni másokat. Én azt szerettem volna bemutatni azzal, hogy besúgókat is megjelentettem a könyvben, és bevallom őszintén az egyik figurát, ezt kifejezetten szerettem írni. A főgonoszt, a Csabit? A főgonoszt nagyon szerettem írni. Ugyanító ember, és értem, hogy íróilag ez miért kihívás, igen. Mert hát szerintem többet tudunk tanulni talán az ilyen esendő figurák életéből, ugye az arra is nagyon jó az irodalom,
mert automatikusan beindít olyan reflexeket, meg idegrendszeri funkciókat, amilyen helyzetről olvasunk, mint hogyha mi is átélnénk, hogyha majd mi kerülünk hasonló helyzetbe, akkor talán egy kicsit bölcsebben tudjunk, vagy magunkat nem annyira elítélve viselkedni. Tehát, hogy ne ez az önmarcangolás legyen a véke, és tényleg árnyaltan láthassuk a világot, főleg manapság, amikor ennyire megpróbálnak mindent beskatujázni, meg fekete-fehérnek kikelteni. Nagyon szépen köszönöm, Petra, ezt a beszélgetést, és mindenkinek ajánlom szívből a Kerti Szonáta című regényedet. Rám nagy hatással volt, és talán ezzel a beszélgetéssel még nagyobb kedvet csináltunk hozzá. Nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad, és a szuper kérdéseket, meg a remek hangulatú beszélgetést. Sajnálom, hogy a citrus illatot nem éreztettem, de majd bepotoljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen.